A pénztáros belső monológia. Basszus, mennyien vannak. Már megint. De sok pénzük van, és persze mind egyszerre jön, mintha muszáj lenne. Veszik ezt a sok szart nyakra főre. Én nem hiszem el, hogy szükségük van rá. Ez az, vetítsetek csak egymás előtt. Ezt a családot régóta figyelem. Ezek mindig számra vesznek mindenből. A nő meg direkt hangosan odakúrjongat a férjének, hogy hány karton dobozos liter tejet hoztál, miért csak hatod, szaladj vissza még kettőért, és akkor diadalittasan körbenéz, hogy hányan látták, hányan hallották, hogy ők ipari mennyiségben vásárolják azt a szar, uhát és borzalmat. Remélem fosnak tőle, mint a ricinus nyalt kutya. <laughs> Már előre elképzelem, hogy ezt a kurva sok karton tejet nagy nehezen majd beszuszakolják a Suzuki hátuljába. <laughs> majd még az első üléseket is előre kell dönteni, vagy hátra. A debil kökük meg nem nyugszik. Minden szart idehord az alsó polcról. Az anyja pedig hordja vissza. Rágót bezzeg, nem vesztek neki. Mi? Mert az nem annyira látványos, mint ezek a kartonos zsugorfóliás tételek, igaz? <laughs> hogy mennétek a fenébe. Hát ez a kölök csak nem nyugszik, engem nem érdekel, ha ide ér a szalag, én lecsippantom, aztán ki kell, hogy fizessék. Én biztos nem fogok engedélyt kérni a sztornózásra senkitől, csak azért, mert ezek nem bírnak magukkal. Ezek engem nem fognak égetni. Néha már abból is tudom, ki milyen ember lehet, hogy miket vásárol. Jönnek az öregasszonyok, asszonyok, már nyitáskor itt toporognak az akciós farhátért. Bár csórók, de azért addig erősködnek, amíg elvásárolják a többi öregasszony elől az összes püspök falatot. Aztán itt vannak ezek a picsák csak is a legdrágább parfüm, köröm, a kence. Felhaigálja a szalagra közben, idesebb bagózik, csak mobilizik azzal a feltöltött szájával, ami úgy néz ki, mint egy tyúkseg. Jaj, de mutogatod azokat a felfújt csöcseidet, vajon hány löttyet tökűnek kellett széttenni a lábadat érte, he? Csinos vagy, látom. Én is járatnék ám aerobikra, csak itt kell állnom, hogy a nyüves kencédet pakolásszam. Ragd már oda rendesen azt az ügyfél elválasztott a szalagra. Még ennyit se tudsz, te lotyó. Annyira elegem van. Na, jönnek a kis köcsögök is. Mit vettetek? Csak piát, mi? Jó van. Sörbor, tömény. Aha. Oda se kéne adnom, egyik sincs 18. Be akartok baszni, aztán meg dorbézolni, mi? Így átok, leszarom. Úgy lesz csajotok sose. Mit vigyorogsz? Jaj, de büszke vagy magadra, fiam. És még van pofát kártyával fizetni, hogy tartsad a sort. Nekem a tekorodban még takarékbeégre is alig volt pénzem, te meg itt a pejhes tököddel villogtatod a Mastercardodat? Na megállj, ahogy kifizetted a szarjaidat, áthúzom a nyüves kártyárat a lopásgátló hatástalanító fölött. Utána az már csak jégkaparónak lesz jó. <laughs> Nem bírom már sokáig. Fortyog bennem a vulkán, hamarosan kitör és beterít itt mindent. Egyszer esküszöm... Szétverek itt mindent. Megvárom a napot, amíg valami ótvaros akció miatt itt kigyóztok végtelen tömött sorokban. Kiválasztom a legkreténebb, legiritálóbb vásárlót, és amikor már az összes redvás vackát felpakolta a szalagra, egy elegáns mozdulattal én magam is felpattanok a szalagra, és vastag sugárban lebrunyálom az összes arckrémet, bőrfeszesítőt, besemelegítőt, műzlisgetit gecit, meg azt a sok felesleges értelmetlen hulladékot, ami miatt itt kell lennem, és amivel elraboltátok az életem. Aztán a kassza alól előveszem a leltárból hibás vonalkód miatt itt felejtett gazdaságos baltát. És szarra vele mindent és mindenkit. Minden egyes csapással visszakapom az életem minden egyes percét, amit itt kellett töltenem a szarjaitokkal. Igen, így lesz. <laughs> Mi volt ez? A műszak duda? Na, jó, akkor megigazítom a ruhámat. Kezdődik a meló. Nézzük csak, hőpapír, váltópénz, rendben... Na, jöhetnek a kedves vásárlók. Üdvözlöm, hölgyem! Jó választás volt az, az akciós palaczsugarító. Az ott az ön kis fia a szalag alatt rágóval. Jaj, de édes, egyen meg a szívét.